apró lényekről fog talán szólni a dráma. Ezért a szerzők is valami meseszerű, valami fura világról fognak történetet írni. És hát végül is a Vörös István drámája, amit mi csapatunk húzott, az tényleg egy ilyen volt, tehát egy ilyen atkák életét megmutató kis szösszenet. Tehát én tehát ezt hozzá kell tegyük, hogy tehát én most dolgoztam először Báb Színházba, báb színészekkel, bábokkal. Tehát ez az első ilyen, úgymond kihívásom. Tehát abba biztos voltam, ha már itt vannak ezek a kreatív művész emberek, akkor mindenképp használjuk ki azt, hogy a benti világot azt próbáljuk megmutatni bábokkal. Mm-hmm. És akkor jöttek az ötletelések, hogy melyik milyen legyen, és hát végül is így egy közös gondolkodás mentén kialakultak ezek a figurák, ezek a benti lények. Tehát mindenki teljes mértékben oda tette magát, tehát egy nagyon-nagyon jó hangulatú, lehet, hogy reggel hiányozni fog, nem kell bejönni próbálni, és nem hallgatjuk az atkás dalokat, és hát mindenképp külön köszönet a zenekarnak, akik hajlandóak voltak az én butaságaimat rögtön venni, és dolgozni rajta, és kialakítani a zenéket. Thank you.